Elkezdődött a kombatsport világbajnokság a Kanizsa Arénában. A két napon át tartó megmérettetésen csaknem 30 ország, mint egy 1000 küzdő sportolója vesz részt. A küzdelmek összesen 4 tatamin és 2 boxringben zajlanak. A versenyzők egyebek mellett kickboxban és kevert harcművészetekben mérethetik meg magukat, de a vasárnapi programban már földharcmérkőzéseket is lebonyolítanak. Rendeznek versenyeket a formagyakorlatok bemutatásában is, amelyek közül a leglátványosabbnak a fegyveres bemutatók számítanak. Ezekben a számokban a pontozó bírók döntenek a győztes kilétéről. Nagyon nehéz megmondani, hogy ki lesz a legjobb. Számos ember számít nagyon-nagyon jónak. Időről időre változik, hogy ki győz. Általában mindig más a legjobb egy adott versenyen. A világbajnokságon különböző korcsoportokban küzdenek meg. A legfiatalabb induló 5 éves, a legidősebb mérkőző fél pedig már 60 is elmúlt. A magyar csapat több tagja is éremesélyes. A nagykanizsai Molnár Csaba hasonlóan a nyári karate világbajnoksághoz ezüstéremmel zárt a kategóriáját forma gyakorlatban, minimális különbséggel elmaradva az elsőtől. De én nem változtattam, ugyanazzal a katával indultam itt is, csak ugye ne felejtsük el, hogy nekem a műtétem végén sajnos. Most több időm volt a felkészülése, jobban sikerült, de megint csak 1/10 ponttal kaptam ki sajnos. Úgyhogy elnézést, de mosolyognom kell, mert sajnos ez lett. A versenyen olyan sportnagyhatalmak szerepelnek, mint az Egyesült Királyság, Brazília, Franciaország vagy Németország, de több versenyző érkezett Romániából is. A szatmárnémeti Andrej Varga K1-ben az első helyen végzett. Az új korosztályos világbajnok szerint a küzdősportok Romániában is egyre népszerűbbnek számítanak, szeretné, ha két csapattársa is hasonló sikert érne el vasárnap. Meg fogom nézni ma is az egész versenyt, és holnap is fogok jönni MMA-ra, lássam a társaimat. A világbajnokság második napján reggel 9 órakor kezdődnek a küzdelmek. A kombatsport VB-ről bővebb összeállítást láthatnak későbbi Szertár című magazinműsorunkban.